Az Avasi kilátóban folytatódott a Mi Miskolcunk pályázat sorozata. A 10 és 25 év közötti fiatalok bejáráson ismerhetik meg a város felújítás előtt álló látványosságait, majd alkotásaik beküldésével indulhatnak az alkotói pályázaton. A kezdeményezés célja Miskolc építészeti örökségeinek bemutatása a fiatalok szemüvegén keresztül, az általuk használt eszközök segítségével. A Mi Miskolcunk pályázat első körében a Diósgyőri várat örökíthették meg a kiírásra jelentkező fiatalok. Akkor 5 diákot jutalmazott a szakmai zsűri. A pályázat középpontjában havonta más-más miskolci látványosság áll. A 10 és 25 év közötti pályázók alkotás előtt bejáráson ismerhetik meg az adott épületet. Ugyanúgy néz ki, mint most is, tulajdonképpen megjelenése, mint a 60-es évek elején. A sorozat második állomása az Avasi kilátó volt. Zsufos Luca Csenge grafikát készít majd Miskolc emblematikus tévétornyáról. Tetszettek, hogy ilyen épületeket kell rajzolni, meg hát ez nekem új kihívás, meg gyakorolhatok is vele. Az alkotói pályázat célja Miskolc építészeti örökségeinek bemutatása a fiatalok szemüvegén keresztül. Az 1963-ban épült kilátó történetét és műszaki paramétereit Szúnyog László főépítész és Petrik Zoltán ismertette a diákokkal. Nagyon sokféleképpen meg lehet jelenteni, tehát akár egy szélsőséges esetet mondok, akár mondjuk Legóból is ki lehetne rakni, de szerintem több lesz inkább a plasztikus megjelenítés, mint mondjuk a kétdimenziós, bár igazándiból a környezet is elég sok inspirációt ad, ugye ezek a sok őszi levelek, színes háttér. A fiatalok a felújítás előtt álló Avasi kilátóról készült pályaműveiket november 10-éig küldhetik be. A pályázat harmadik fordulója szintén bejárással kezdődik majd. Novemberben a Miskolci Nemzeti Színházba látogatnak el a tanulók.